Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek fontosabb híreink röviden. Költészet napja. A Ferences gimnázium diákjai Radnóti Miklós versét adták elő. Együttműködés. Mate innovációs műhely nyílt Szentendrén. Az ember mozgása termett. Előadás a Hanvas Béla Pest megyei könyvtárban. A Ferences gimnázium diákjai a holokauszt emléknap és a magyar költészet napja alkalmából április 11-én a Nem tudhatom című verset szavalták el. A város több pontján megünnepelték a jeles napot, a helyi katolikus gimnázium tanulói Radnóti Miklós versét adták elő. A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én József Attila születése napján ünnepeljük. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és versenyekkel is tisztelegnek a magyar líra előtt. Ferences gimnázium tanárai, tanulói is fontosnak tartották, hogy megemlékezzenek erről a napról. Hétfőn a 12 óra 35 perckor kezdődő nagyszünetben az udvaron Radnóti Miklós egyik legismertebb költeményét, a Szentendrei Intézmény diákjai tolmácsolták. Az a költészetnapja alkalmából találtak az egyik kolléganő, hogy Radnótinak a nagyon szép Nem tudhatom című versét adjuk elő így együtt. Egy picit az van a háttérben, azt mondják a pedagógusok, pszichológusok, hogy az ember, hogyha hall valamit, akkor olyan 11-12% lehet megérteni belőle. Hogyha hallom és közben olvasom is, akkor már talán a dupláját. De hogyha hallom és valamilyen módon el is játszom, például egy színdarabban valamit, akkor egészen magas a megmaradási aránya a szövegnek. Úgyhogy picit innen jött az ötlet, hogy hát ne csak ha meghallgassunk egy szép ünnepét, vagy egy-két szavalatot, hanem jöjjünk le ide az udvarra, eleve ugye vonulunk, mozgunk, lejövünk, és akkor így ilyen flashmob-szerűen az egész iskola, vagy hát aki éppen mozítható, az akkor mondja a verset. Elvileg a verset 8-ban meg kell tanulni kívülről. Persze ugye az már régen volt a gyerekek nagy részénél, úgyhogy kicsit kíváncsian várjuk, hogy hát valójában mennyi maradt meg ebből a akár 2-3 évvel ezelőtt megtanult versből. Persze lesz egy kis puska, meg lesznek elővermondók is, de azért pláne most a tévé is megjelent, hát így egy kicsit drukkolunk, hogy valóban jól sikerüljön. Miért pont erre a versre esett a választás? Hát több oka is van. Azt szokták mondani, hogy a himnusz meg a szózat után talán ez a harmadik legsúlyosabb, vagy legszebb hazafias vers. És ugye hát Radnóti tudjuk jól, hogy kvázi hát sajátos módon, de a holokausztnak az áldozata végül is, és az nagyon szép benne, én legalábbis úgy gondolom, hogy két munkaszolgálat között írta állítólag ezt a versét, tehát a hazájától éppen akkor nem sok jót kapott, és hogy ez a hűség, ez a szép hazaszeretet süt át a versen, és nem csak akkor szeretem a hazámat, amikor éppen kedves hozzám, vagy amikor éppen jól megy a sorsom, tehát úgy gondolom, hogy a hitelességét, a versnek a mélységét, és így akkor egy kicsit a két eseményt is összekapcsoljuk, a holokauszt emléknapját is, ugyanakkor pedig a magyar költészet napját is. Az intézmény vezetője fontosnak tartotta, hogy a nehéz járványügyi helyzet után offline eseménnyel hozzák közelebb az irodalmat a diákokhoz. Nyilván ezek nagyon fontosak. Az embert az ünnep teszi ünnepé, ez ugye egyértelmű. Ugyanakkor iszonyú találékonynak kell lenni a gyerekek világában, hogy olyan ünnepeket kreáljunk, amelyekre emlékeznek, vagy amelyek ütősek. Ez egy nagyon nagy feladat, ezért állandóan próbálkozunk évről évre újabb és újabb ötletekkel. Nem olyan régen kivonultunk az iskolával a 301-es parcellába például. Szoktunk múzeumokba menni, múzeumi napot tartani, de volt rá példa, hogy a szoborparkba mentünk el például Budapestnek a szélén. Az ember próbálkozik, úgyhogy nem csak a hagyományos ünnepek működnek, hanem kicsit-kicsit kell kreatívnak lenni, hogy a gyerekek emlékezzenek jobban, meg jobban átéljék, jobban belefolyjanak az eseményekbe. Ez a tanároktól azért egy állandó nagy kihívást jelent.
hamarosan egyre több lehetőség lesz kinti közösségi programokra. Tavasszal osztálykirándulás, nyáron tábor szerepel a tervek között. Kihelyezett innovációs műhelyt alapított a MATE Szent István Biztonságkutató Központja az ABZ Drón Kft. Szentendrei Központjában április 7-én. A két fél érdekei közösek, hiszen a legújabb drón technológiák szerepe az agráriumban és a biztonságpolitikában egyaránt kiemelkedő, olvasható a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem hivatalos oldalán. A Szentendrei ABZ Drón Kft. Legfőbb célja, hogy a legmodernebb drón technológiákat a lehető leghatékonyabban integrálni tudják mind a mezőgazdaságba, mind az építőiparba, mind a védelmi ágazat számára, folytatja a portál. Ehhez nem csak magát az eszközt biztosítják a magyar cégeknek és gazdálkodóknak, hanem kimagasló tudású oktatóikkal annak használatát és az engedélyeztetéshez kapcsolódó jogi tudnivalókat is megtanítják, sőt teljes körű szervészhálózatot is üzemeltetnek. Török Gyula tulajdonos vezérigazgató az egyeztetésen kiemelte, hogy speciális igények esetén akár egyedi fejlesztéseket is biztosítanak, a hobbi felhasználástól egészen a profi technológiák bevezetéséig. Az együttműködésről bővebben a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem hivatalos oldalán olvashatnak. Az egészséges életmódhoz hozzátartozik a rendszeres mozgás is. A sport, mint fizikai tevékenység különösen fontos az egészségünk megőrzése, a betegségek megelőzése és az elhízás elkerülése érdekében. Ezt a témát járta körül előadásában Huszárné Kürti Éva, a Szentendrei Járás Egészségfejlesztési Iroda vezetője április 5-én a Hamvas Béla Pest megyei könyvtárban. A rendszeres testmozgás az egészséges életmód egyik alap pillére, és igen sok betegség megelőzésében fontos szerepe van. Túlsúly, szív- és érrendszeri betegségek, legyengült immunrendszer, a mozgás szegény életmód negatív következményei. Huszárné Kürti Éva, egészségtantanár, preventív gerinctréner és sportoktató, az EFI iroda vezetője a rendszeres fizikai aktivitás szervezetre gyakorolt előnyös hatásait is ismertette múlt hét keddi előadásában. Alapvetően onnan szeretnénk megközelíteni, hogy a mozgás az lételemünk, tehát az ember az valóban mozgás nélkül elsorvad, és az egészségünk megőrzésében nagyon nagy szerepe van a mozgásnak. Egy picit végig fogjuk azt venni, hogy milyen élettani hatásai vannak a mozgásnak, mennyi az, amennyit a WHO javasol nekünk, hogy mozogjunk, milyen típusú mozgásformák vannak, illetve beszélni fogunk az oszteoporózisról is, mert ritkábban említjük ugye a nagy népegészségügyi problémák mellett, de azért ez is egy nagyon fontos kórállapot, és hogy a megelőzésében nagyon nagy szerepe van a mozgásnak, mert ugye a csontok épülését és a lebontó folyamatok ellen a terhelés az, ami védelmet nyújt. A WHO ajánlása szerinti heti 150 perc közepes intenzitású mozgás javasolt, ami 30 percet jelent alkalmanként. Azonban minden korosztálynak más és más a mozgás igénye. Hallottam annak idején egy olyan vizsgálatot, hogy egy profi kosárlabda csapatot ráállítottak egy óvodás csoportra, hogy csak pár órán keresztül vagy egy napig, talán nem emlékszem pontosan, kövessék és csinálják pont ugyanazt, mint az óvodások. Hát így, ha belegondoltok, nem nagyon sikerült ezt megoldani a profi edzett felnőttnek sem. Hát nyilvánvalóan erre vannak vizsgálatok, erről most nem tudok pontosan nyilatkozni, hogy mit meg hogy mérünk fel, de nyilvánvalóan egy fejlődő, egy mozgó pici gyereknek iszonyatos nagy a mozgásigénye, és nagyon-nagyon sokat tud mozogni. Ő folyamatosan fejlődik, eleve az idegrendszere fejlődéséhez nagyon fontos, hogy mindenféle mozgásstádiumon végig menjen, ugye a kúszástól kezdve a mászásig. Az óvodások is még nagyon sokat mozognak, és igazán az általános iskolások is valószínűleg mozognának és folytatnák ezt a tevékenységet, hogyha nem indulna el ugye a tanulás, és nem ülnénk be az iskolába. Ugye mennyi gond a alsó tagozatban, hogy mocorognak, ficeregnek a gyerekek, nem tudnak megülni az órán, hát nyilvánvalóan azért ez nehéz, és meg kell nekik tanulni azt, hogy fegyelmezzük magunkat természetesen, de hát azért sok mindent visszafogunk a mozgásokból. Ezért is jó egyébként ez a mindennapos testnevelés, hogy legalább ilyen szinten egy picit megmozgassuk őket. Hát aztán jön a kamaszkor, ami egy óriási változás mind az agyi struktúrák, mind pedig az egész test folyamatai szempontjából a hormonális változásokkal. Azért ott van egy időszak, erre talán mindenki emlékszik, hogy úgy kamaszkorunkban iszonyú sokat tudtunk aludni. Lehet,
hogy éjszakázni is, meg a szobába a zseblámpával, ami még nem volt telefon, a takaró alatt olvasni, de azért a kamaszoknak őrült nagy a pihenési igényük, pont azért, mert nagyon intenzíven fejlődnek, és sokszor így mondják is rájuk, hogy például egy picit lustábbak. Hát a felnőtt ember az megint ugye a munkaélet terheltség, a rengeteg feladat mellett könnyebben elengedi azt, hogy plusz időben még mozogjon. Bár én azt látom az embereken, hogy így a tömegsport az egyre inkább terjed, és egyre többen kimennek és mozognak, és ezt szeretnénk is így támogatni. És hát nyilván időskorban, amikor már esetleg nehezebben mozgunk, jobban fáj, az energiakészletünk is egészen más, meg a dinamikánk, hát akkor csökken a mozgás igénye, tehát ennek megvan ez a hullámzása nyilvánvalóan, de nagyon sokat tehetünk azért, hogy ezt karban tartsuk, és például a leépülést is minél jobban kitoljuk időskorban. Hogyha mi egész nap mozognánk, és annyit mozognánk, hogy folyamatosan jönnénk, mennénk, lehajolnánk, felkelnénk, néha egy kicsit gyorsabban, néha egy kicsit lassabban, akkor nem is lenne szükség edzésre. De mivel nagyon sokan ülő munkát végzünk, vagy egyenetlen terhelésű munkát, vagy például csak annyi, hogy sokan állnak egész nap, nyilvánvalóan ez egyenetlenül terheli a szervezetet, és ilyenkor kell valamivel kompenzálni, és ezért kell, hogy külön sportoljunk, meg nyilván állapothoz képest célzott mozgásformákat végezzünk, hogy ellensúlyozzuk a mozgás hiányát. De hogyha valaki sokat sétál, jön, megy, az is nagyon-nagyon sokat számít. Mit szoktunk idősebbeknek mondani, hogy kerti munka az a testnek, léleknek például nagyon jó, ott csak arra kell figyelni, azért jó például idősebbeknek is egy picit másfajta torna is, mert akár egy ásással, akár egy gyomlálással egyenetlenül használom a testemet. És hogyha egyenetlenül használom, akkor bizonyos izomcsoportok egy picit be tudnak rövidülni, a másik egy kicsit el tud lazulni, tehát egy másfajta működéshez idomul, alkalmazkodik, és akkor abból viszont lehetnek fizikai problémák. Számos helyen olvashatjuk, hogy a mozgás hiánya 21. század legnagyobb népegészségügyi problémája. A modern életmód nagyon kényelmessé tette az életünket, olyannyira, hogy a fizikai aktivitás szükséglete minimálisra csökkent. Azonban a rendszeres testmozgás nem csupán redukálja az elhízás és betegségek kialakulásának veszélyét, de kimondottan pozitív hatással van a szellemi, érzelmi és lelki állapotunkra is. Lényegében minden szervrendszerünkre hat. Eleve a szív- és érrendszerre, a tüdőre, a csontozatra, az izületekre, hogyha megfelelően is jól mozgunk, és hát ugyanúgy az agyi funkcióinkra is. Tehát az egész szervezetünkre egy pozitív hatással van a hangulati állapottól kezdve, még akár a gondolati funkcióink megtartásáig is. Huszárné Kürti Éva kiemelte, hogy fontos időt szánni az edzések utáni regenerációra és pihenésre is. Oda kell figyelnünk testünk jelzéseire, nem szabad túlterhelni a szervezetet, ezáltal megkímélhetjük magunkat a túledzés negatív fizikai és pszichés következményeitől. A múlt hét keddi előadások bővebb összefoglalót láthatnak holnapi Testőr című magazin műsorunkban. A Hamvas Béla Pest megyei könyvtár pályázatot hirdet általános igazgató helyettes munkakör betöltésére, amely 2022. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig 5 év határozott időre szól, új jogviszony létesítése mellett 3 hónap próbaidő kikötése mellett. A pályázat benyújtásának határideje április 22-e. A felhívással kapcsolatos további információkat megtalálják a Hamvas Béla Pest megyei könyvtár weboldalán. Végül a várható időjárásról. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, hajnalban mínusz 3 plusz 7 fok várható, keleten, északkeleten lesz csak hidegebb. A csúcshőmérséklet délután 15 és 21 fok között alakul. Adásunk végén következzenek fontosabb híreink még egyszer, röviden. A Ferences Gimnázium diákjai Radnóti Miklós versét adták elő a költészet napján. Kihelyezett innovációs műhelyt alapított a MATE Szent István Biztonságkutató Központja az ABZ Drón Kft. Szentendrei Központjában április 7-én. A mozgás témakörét járta körül előadásában Huszárné Kürti Éva április 5-én a Hamvas Béla Pest megyei könyvtárban. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Híradóval legközelebb szerda este 7 órakor jelentkezünk.
Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik Sportkorzó című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a szentendre.media.hu/tv-szentendre. És ne feledjék, a közösségi oldalakon is megtalálnak bennünket, kövessenek minket ott is. Munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!